Az ősz második felében a folyóvízi horgászat szerelmesei is már bátran próbálkozhatnak a márnák megfogásával, ugyanis a tartósan alacsony vízállás miatt a jó helyek végre meghorgászhatóvá váltak. Jellegzetesség ennek a fajta pecának, hogy a csapatban mozgó márnából viszonylag sokat lehet fogni, ha sikerül az etetésen tartani őket, ezért aztán ez az összeállítás kicsit nagyobb mennyiségű, mint az eddigiek. A két alapkaja a Big River márna 1,5 kg-os, míg a bázis mix kobár 2,5 kg-os. Nem nehéz kiszámolni, hogy itt bizony 4 kg-nyi kaja kerül bekeverésre. Éppen ezért, hogy könnyebb legyen vele dolgozni, érdemes ketté venni a mennyiséget. A fél-fél csomag szárazanyaghoz bátran lehet adagolni az Aroma Tuning kobár ízesítőből. Tulajdonképpen fél flakonnal nyugodtan hozzá is lehet önteni, majd mehet rá megfelelő mennyiségű víz. Mivel nagy sodrásban lesz bevetve a kaja, muszáj időt adni neki, hogy minden szemcséje jól megszívja magát és elnehezedjen. Így 15 percet lehet pihentetni. Amint ez letelt, egy nagy lúgbőségű rostán érdemes áttörni, majd mehet is a kosárba. A horogra ennél a módszernél csonkukac kerül, így a kosárba valóra is érdemes néhány szemet szórni belőle. A kaja közepére, ami a kosárba kerül, minden dobáskor lehet egy kis Tornado Activator Gear Roquefort sajtot nyomni, hiszen ezek a halak imádják a penetráns ízeket.